Izgatott óvodások várnak az Albert Irsai Mustármag óvodában. Ma egy igazán különleges foglalkozás vár rájuk. Na hát nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves óvónénik. Kisteleki Gergely vagyok, de nyugodtan szólítsatok Gergőnek, ha bármi kérdésetek lenne menet közben a madarakról, a segítőn pedig Alexandra. És látjátok, hogy három csodálatos madarat hoztunk el nektek, akikről szeretnénk egy picikét nektek mesélni. Az a lényeg, hogy ne csak fizikailag, hanem lelkileg is közelebb hozzuk a madarakat a gyerekekhez. Ez felnőtteknek is nagy élmény szokott lenni, de szerintünk kisgyerekkorban fontosabb találkozni ezekkel az élményekkel, amikor ember még abban a korszakában, hogy nagyon kezd nyílni éppen a világra. Hogyha kisgyerekkorban egy ilyen meghatározó élmény éli őket, hogy mondjuk etethet egy káró katonát, vagy csak közelről megcsodálhatja ezeket a ragadozó madarakat, akkor abban bízunk, hogy talán majd olyan felnőtt válik belőle, amik egy picikét jobban odafigyel a körülöttünk élő élővilágra. Irány az óvoda kertje, itt Gergő megröpteti a madarait. Reméljük, hogy a szomszédotokban nincsenek csirkék, macskák, lovak. Nem az a cél, hogy sólymász legyen mindenkiből, vagy madármentő, de hogyha már egy picikét úgy nyílik ki az elméje, meg a lelke a gyereknek a világra, hogy odafigyel ezekre a, nem kifejezetten csak a ragadozó madarakra, hanem az állatokra, a természetre, akkor azt gondolom, hogy egy picit talán jobb lesz ez a világ is tőle. Hát jól érzi most ott magát. Aztán az is lehet, hogy pont valami olyan helyen ül, hogy lát valahol galambokat, vagy csirkét, vagy macskát, vagy ilyesmit. Kis csoportos koromban már kamcsatkai rét is sasnak költöztem óvodába. Farsankor a nagyapám csinált nekem egy nagyon életű sasfejes jelmezt. Középső csoportban bohócnak, az mondjuk egy mellékvágány volt, de a nagy csoportos koromban meg solymásznak. Úgyhogy 5 évesen az óvodai farsangon tollas kalappal, meg én műsasokkal a kezemen állok, úgyhogy akkor már eldöntöttem 5 évesen, hogy solymász leszek. A program legizgalmasabb része a madáretetés. Hát eddig tartott. Ez körülbelül egy 30 dekás pisztráng volt, de hát már itt van lenn a gyomrában, nézzétek meg. És ugye meséltem, az az érdekesség, hogy most akár föl is tudna repülni és el tudna kilométereket szállni, úgyhogy a gyomrában ott ez a hatalmas hal. A mai világban, ahol tele vannak a gyerekek műszaki dolgokkal és folyamatosan számítógép mellett ülnek, szeretnénk, ha minél közelebb kerülnének a természethez és minél több tapasztalatot szereznének. Kifejezetten szeret egyébként autózni, ott szokott hátul eltehénkedni menet közben. Albert Irsa után Abony felé veszük az irányt, ott egy sérült madár várja Gergőt. Hello, Jossi. Jossi. Akkor megy oda, ahova bölömbika a múltkor. Szia. Köszi, szia. Hát igen, ez a szárnya az, ami sajnos. Az, hogy milyen módon tört el neki, az többféle variáció van, autóval is ütközhetett, ez a leggyakoribb baleset sajnos az egerésző éveknél. A lelövések azok nagyon nem jellemzőek, ugye védett madár, ezzel minden vadász tisztában van. Olyan előfordul, hogy a házak között ugye légpuskára nem kell fegyvertartási engedés, valaki esetleg meg légpuskázhatja őket. Na most őt innen visszük is le Sukoróra a Berkényi Dokihoz, a dr. Berkényi Tamás, ő a Székesfehérvári vadmadárkórháznak a vezetője, és Sukoron van a mentőállomása. És mit csinál egy solymász, ha pihen? Zenél. A zenekarát pedig úgy hívják, hogy... A másnapos kesejű blues rock band, ez az én zenekarom, basszusgitározok benne, az öcsém szólógitározik, és van egy dobosunk, tehát trióba játszunk. Főleg Jimi Hendrix témájú zenéket szoktunk játszani, illetve a Póka Egonnak a basszusgitározása az nagyon nagy hatással volt rám, és olyas fajta muzsikákat játszunk, amik nagyon nagy szabadságot adnak, sokat lehet benne improvizálni. Minket, hogyha eljátszunk, akkor mindig úgy közel érzem magamhoz a madaraimat is.